A Petőfi Sándor laktanyában tartották meg a katonai rendészeti központ alaki szemléjét. Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokságának törzsfőnöke, illetve Kaszab Zoltán főtörzászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa személyesen győződött meg az alakulat katonáinak felkészültségéről. A kijelölt bizottság először felmérte az állomány tagjainak öltözetét, felszerelését, fegyverzetük karbantartottságát, illetve a szolgálati igazolványok érvényességét. Ezután az alegységek alaki foglalkozásaira került sor, amelyeket raj, szakasz és század kötelék szinten hajtottak végre. A mozdulatok szabályos, határozott és egységes végrehajtását, illetve az előforduló hibák javítását is figyelték a bizottság tagjai. A gyakorlatok sorát záró díszmenet után Bozó Tibor értékelte a végrehajtást. Az alaki szemlét összességében megfelelőre értékelem. Látszik a katonai szervezet itt lévő részén, hogy van egyfajta alapfegyelem. Maga a szervezetnek a spiritusza és az alaprendeltetése, a rend, a fegyelem mutatása, példamutatás és megkövetelése. A vezérőrnagy hozzátette. Sajátos és speciális helyzet, amiben az alakulat van, de látszott az, hogy gyakoroltak és felkészültek a szemlére. A javítandó hibák kapcsán felhívta rá a figyelmet, hogy a Magyar Honvédség alaki szabályzata egyike annak a három alapszabályzatnak, amely nap mint nap hat a katonák tevékenységére, így ismerete különleges jelentőséggel bír.